A nagy bajban nagy összefogás kell, hangsúlyozta prédikációjában Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita atya a Mária Pócsi Zarándokházban tartott találkozón, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei települések vezetői mellett az egyházi és a civil szférából is számos érteklődő vett részt. A válságok és kihívások korában is a közösségekben rejlik az erő címmel szervezett esemény pódium beszélgetését Kis András vezette, akinek vendége a mostanában Brüsszelben is gyakran tárgyaló területfejlesztési miniszter Navracsics Tibor volt. A miniszter beszéde elején leszögezte, Magyarország karnyújtásnyira van a nekijáró pénzektől, de most nem ez ügyben jött előadni, hanem azért, hogy az előttünk álló nehéz idők miatt a helyi közösségek megerősítéséről beszéljen a településvezetőkkel. Az elmúlt években azért meglehetősen sok válságot értünk át, sőt azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt 15 év az tulajdonképpen Európában válságok sorozata kezdődött az euróválsággal, aztán a koronavírus járvány egymást követő hullámai, most pedig egy háborús helyzet szélén vagyunk itt mi. És ez azért megmutatta azt is, hogy az európai társadalmak közül csak azok tudják nagyobb válságok nélkül átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, amelyek társadalmi értékeiket tekintve is erősek és erős közösségekből állnak, azaz olyan közösségekből, amik meg tudják tartani az egyént, és meg tudják tartani az egyén életét is, és önmagában közösségiséget felmutatva a társadalom alapegységeiként is tudnak működni. Ebből adódóan a jólét, és általában azt mondhatjuk, hogy egy társadalom stabilitása az nem csak számokban leírható összesség, hanem olyan érzelmi kötelékek, erős érzelmi kötelékeket is jelent, amelyet egy kormányzati politikának is erősíteni kell, már csak a saját maga érdekében, de a társadalom érdekében is. És hát én abban bízom, hogy a mai este folyamán ezt tudjuk megvitatni, illetve hogy melyek azok a kötelékek, melyek azok a közösségek, amelyekkel nekünk is erősítenünk kell ahhoz, hogy az elkövetkező előreláthatólag szintén nehéz éveket minden nagyobb baj nélkül át tudjuk vészelni. A pódium beszélgetés előtt és után a miniszter találkozott a helyi települések vezetőivel, köztük Simon Miklóssal, a térség országgyűlési képviselőjével, aki beszédében javasolta az éjszakai közvilágításra vonatkozó törvények lazítását, mivel ezzel a helyi önkormányzatok csökkenteni tudnák az energiaköltségeiket. Navracsics Tibor azt mondta, azért jött Mária Pócsra, hogy az itteni emberek problémáit is megismerje. Politikusok mindig gyakorlati emberek, mi az emberek bizalmából tudjuk végezni a feladatunkat, onnantól kezdve, hogy nem szavaznak ránk az emberek, be kell fejeznünk a pályánkat. Ebből adódóan mindenki nagyon gyakorlatias, és az a tapasztalatom, hogy mindenki igyekszik a választópolgárok fejével gondolkozni, tehát nem a saját gondolatait ráerőltetni a társadalomra, egy közösségre, egy választókerületre, vagy annál kisebb közösségre, hanem inkább az ő gondolataikat megismerve ezt tolmácsolni, ezt kifejezni. Úgyhogy én azt várom, hogy itt a térség igazi gondjaival fogok találkozni, és meg tudjuk beszélni azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni. A miniszter a pódium beszélgetésen hangsúlyozta, mivel az Európai Unió egy alapvetően gazdasági szövetség, épp úgy nem viselhet hadat más országokkal szemben, mint ahogy nem szólhat bele a tagországok belpolitikájába. A miniszter a jövő legnagyobb kihívását abban látja, hogy az uniós tagországok képesek-e egymás történelmi és kulturális hagyományait megérteni, valamint abban, hogy a szövetség képes-e nemzetek szövetségeként együttműködni. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, Európa Ázsia félszigete, és ami megkülönbözteti Ázsiától, amióta Európát ismerjük és európai öntudatunk van, azóta ez egy kulturális vállalkozás.